Nos hát sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok és ez egy vadonatúj videó. A mai napon pedig fent vagyunk a CMTA V4 Las Venturason. Mai napon egy kicsit körbevezetem a garázsrendszert, azt, hogy hogyan lehet hibakódokat törölni, hogyan lehet bebikázni egy kocsit, és ezen kívül tankolok egy benzines autóba dízelt, hogy nektek ne kelljen. Közben pedig, hogyha csatlakoztok a Discord szerveremhez, tartok egy gyémánt PP nyereményjátékot, ami 6600 PP-t ad, vigyétek el minél hamarabb tőlem. Ha még emlékeztek, az első videóban panaszkodtam, hogy égő check engine lámpám. Ez azóta sem változott, még mindig ott van, ezért kezdeni kéne vele valamit, de nincs kedvem a szerelőhöz menni. De van erre egy megoldás, amit most megmutatok nektek. Kell hozzá egy garázs, ami fel van fejlesztve. Nem tudom, hogy pontosan mennyi felfejleszteni így egy garázs, de mindjárt megérdeklődöm. És igazából benne lehet elég sok mindent csinálni, ami tök menő. Itt is vagyunk egy garázsban, ami már teljesen fel van fejlesztve. Nem is tudom, mennyibe került felfejleszteni, de rengeteg PP-be került. Meg rengeteg pénzbe. Ugyebár ez az asztal is, itt lehet kinyitni a szigeti fegyverládákat, hogyha van illegál F3-ad, például ez is egy PP-s dolog, itt van a bikázó cucc, ez is egy PP-s dolog, van egy ilyen OBD szerkezet, aminek Kruton a neve, ez is egy PP-s dolog, és ezen kívül nem tudom még pontosan mi, az emelő azt tudom, hogy 3000 PP, felfejleszteni egy pár négyzetet, mert ugyebár négyzetekre van osztva a garázs felépítése, ott is van PP-s dolog, de ezt igazából meg is tudom itt nézni, aha, tehát itt van az egész cuccnak a tervrajza, csak ugyebár itt van berendezés, és vannak szekrények, és ugyebár van sima dolláros, és van PP-s is, és itt van a jelenlegi, ami 300 PP-be kerülhetett. Ezen kívül ugyebár lehet ide emelőket is vásárolni, ebbe csak egy darab van, de szerintem így is fújó. Próbáltam lemeríteni a kocsit, hogy mutassak meg nektek valamit, de amúgy sok, sok idő, ezért inkább betolom előre. Megmutatom azt is, hogy hogy kell bebikázni, és megmutatom azt is, hogy a check engine-t hogyan lehet kitörölni. Nyomjad, mindjárt ott vagyunk. Egyébként kocsit tolni úgy lehet, hogy valaki bekerüljön a volán mögé, és azon kívül, hogyha nekiállsz tolni a kocsit, akkor tolni tudod. És közben tud kormányozni meg minden, úgyhogy tök menő. És mindjárt ott is vagyunk. Most bebikázni egy autót úgy lehet, hogy levesszük erről a cuccról a bika kábeleket, és csak rá kell tennem a kocsinak az aksiára. Idézőjelesen aksiára, mert közben úgy látom, hogy teljesen másra teszem. De hát na, mégiscsak MTR-ról beszélünk. De mivel, hogy nekem most nem kell amúgy feltölteni a kocsit, vissza is veszem. És a még érdekesebb dolog, ez a Kruton, amit hogyha megvesztek a garázsotokba, és megnyitjátok, akkor most megtalálom benne a kocsit, nem kell így rácsatlakoztatni OBD-vel meg ilyesmi, hanem megjelenik itt alapból, egy kicsit le van egyszerűsítve a dolog. És amint rámegyek, elvileg ki fogja dobni a hibakódomat a kocsiba. Aha, világítás áramkör nyitott, és akkumulátor feszültség alacsony. Nos, én ezeket most törlöm is. Biztosan törlöd? Igen. Nézzük, megmaradt a check engine, ami eddig volt nekem? Még mindig ott van. Nem értem. Lehet, hogy valami komolyabb baja van a kocsinak, és igazából meg kell oldani valamit. Nem elég csak törölni a hibakódot. Lehet, hogy ez is meg van csinálva, nem tudom. Igen, ez az akkumulátor feszültség alacsony, ez lehet egy probléma. Oké, megint töröltük, megint nézzük meg. Lehet, hogy az a probléma az egészen, hogy tényleg... kicsit tekert, úgyhogy... Ja, baj van a kocsival. Nézzük csak, hogy áll az aksi. Szóval ez is meg van csinálva, hogyha merül le az aksi, akkor többet teker, hát ez valami zseniális. Itt, hogyha bemegyünk a komputerbe, akkor igen, lehet látni, hogy akkumulátor töltöttség az 13%. Szóval most vagy járatom a motort, vagy felrakom a... Hát figyelj, rakjuk fel ezt, meglátjuk, hogy így most mennyi lesz. És hát, ha ezzel eltűnik a check engine is. Elég menő lenne. Ja, és most már plusz 18%-ot kapok percenként, ez menő. Járt most egy kicsit a motor, és még mindig a bikakábel rajta van, és most már 91% a töltöttség, úgyhogy ez így elég jó. Most leveszem, úgyis, hogyha még jár a motor meg ilyenek, akkor az még töltődik idővel. Lámpát kikapcsolom, ezt a navigációs cuccot is kikapcsolom, hogy ez sem merítse, mert amúgy meríti, úgyhogy ügyölj neki le erre. A gyújtáson sem kell túl sokat hagyni, mert amúgy ez is meríti. OBD. Megint rákattintok a kocsira. Hibakódok törlése. És elvileg most töröltem ezt. Megoldaná ez a check engine-t? Nem hiszem. Check engine-nel szerintem valami más problémám van. De most nincs hibakód. Na várjunk csak, hátha megoldotta. És megoldotta, nem hibakódos, már akkor az akkumulátor miatt is lehet. Jó ezt tudni.
Na, szuper. Az emelő is működőképes, bár szerintem ez egyértelmű. Nem tudom, hogy így most előjáróban mi a pontos szerepe. Nem tudom, hogy lehet rajta olajat cserélni, lehet rajta kerekeket cserélni, vagy valami. Szóval nem tudom, hogy miért van, de van. Úgyhogy ezt most megnézzük. Ahogy láttam, innen lehet emelni a kocsit. Aha. Hoppá. Szóval nyomva kell tartani. És megvan a hangeffektusa is, ugyanúgy kattog idegesítően, mint a valódi emelők, úgyhogy megvan minden csinálva. Csak nem tudom most, hogyha bemászok alá, akkor megjelenik valami menü. Hát, nem látok semmilyen menüt, nem tudom. Menü lenne, hogyha lehetne mondjuk olajcseréket otthon is csinálni. Ja, azt írják, hogy kereket levenni, olajcsere később lesz. Akkor ezeket még nem lehet, de amúgy az emelőt már meg lehet venni. És figyelj, igazából most így ez alá berakhatnék még egy autót, és akkor még több hely lenne a garázsba. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem megöl a kíváncsiság, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk egy benzines autóba dízel tankolunk, vagy fordítva. Hát most benzines autón van itt kéznél, úgyhogy ezzel fogom megpróbálni. Annyi szerelőtelepen elég nagy a baj, szóval, hogyha majd elromlik a kocsi, és mit tudom én, valamire rászorul, akkor meg sajnos fix kártyát kell vásárolnom. Mert ez a sor, ami itt van, az szerintem egy olyan 3 óra. Az, aki ide beáll, nem tudom. Kivárják tényleg az emberek ezeket a sorokat? Nos, és akkor ide jövök. Mit tankoljunk bele? Prémiumot vagy simmet? Pisztoly behelyezése, tankolás. És lehet dízel tankolni bele. Akkor nem figyelmeztet semmi a rendszer ez ellen. Elkezdem tankolni, és lesz, ami lesz. Mennyit tankolok bele? Már 600 dollár? Szerintem nem hiányzik a benzintartályból ennyi, úgyhogy leállok, és akkor ezt kifizetem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Járjad, el kell sétáljak, oké. És ki is fizetem, megjelenik, hogy prémium dízel tankoltam bele. Pénztáros, oké. Na jó, erre kíváncsi vagyok. Erre most nagyon kíváncsi vagyok. Oké, beültem a kocsiba. Gyújtás. Kiír itt már valamit? Nem ír ki semmit. És lefüstölt. Vajon ilyenkor megjelenik valamilyen módon az, hogy mi baja van? És bármennyire próbálom most indítani, oké, hát ennek ennyi. Hát mondjuk várható volt, hogy ez történik, de akkor meg van faszán csinálva minden. A Premium Shopban van több fix kártya típus, nem tudom, hogy melyikre van szükségem. Lehet, hogy ez elég nekem 100 PP-ért. Beírjuk a mennyiséget. Nézzük meg. Hát ez megint lefüstölt. Akkor nekem a 200 PP-s kell, mert motorgenerálra szorul a kocsi. Nem tudtam. Akkor veszünk ebből is egyet. Na, és akkor most elvileg jó lesz. Nem, megint lefüstöl. Mit kell ilyenkor csinálni? Lehet, hogy egy ilyen premium full service kártyát kéne vásárolnom? Az a baj, nem tudom. Belenéztem Tomás videójába, és annyit mond, hogy elég drága dolog lehet az, hogyha rossz üzemanyagot tankolunk. Nem tudom, megpróbálok venni egy ilyen full service kártyát, hogyha ez se segít, akkor viszont nem tudom, hogy mit csinálják. Mert itt most a probléma az, hogy oké, én lefix kártyázom a kocsit, de hogy a kocsiban még benne van a dízel. Nem tudom, valahogy ki lehet ezt szivattyúzni, vagy az a baj, fogalmam sincs. Oké, most megint jó a kocsi. És most megint lefüstöl. Elcsesztem már 1000 plusz PP-t a semmire. Oké, nem tudom, hogy mi a teendőm. Lehet, hogy be kell állni most ezzel majd szerelőhöz. Most megpróbálkoztam azzal, hogy egy autómentőt hívok. Hát, ha el tudják fogadni, mert innen én a kocsit nem tudom mozdítani. Szóval autómentőre szorul a szitu. Miért gyűjtöttem meg a problémám? Hát ez hihetetlen. Hát ezt nem fog sikerülni most megoldani, sajnos vontatót nem tudok elérni. Úgyhogy hát gyerekek, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Adjatok még hülye ötleteket, amiket még kipróbálhatok. Aztán majd találkozunk. Hello, hello!